az a csapda az egészben, hogy ez sem játszani, például az én autóm nagyon érzékeny erre, eléri de én ilyenkor bekapcsolom a fűtésre, meg a ventilátort, és elkezdtük közvetlenül az autóval, még érzem, hogy a meleg, ami bejön az autóba, egyre csak nő. Tehát hiába ért el a műszer szerint az üzemhőfokot, amikor ez még nem igaz, még melegszik tovább, mert akkor csak a hengerfejés környéke ért el azt a hőfokot, ahol a mérés történt, de még a motor könnyen, az egész motor átmelegszik az idő. De a mai motoroknál ezt nem kell kivárni, nem is igazából környezetvédelmi szempontból sem, ugye ez a másik az azonnali induló kérve, hogy az abszolút ő csak terheli a környezetet, hogy az egyetben füstölünk, és az igaz, hiszen nem, megint csak azon nem hasznosul a tüzemanyag elégetése az autó mozgatására. Tehát ez környezetvédelmi szempontból sem támogatandó. Az viszont továbbra is igaz, hogy igazi nagy terhelésnek a motort akkor lehet kitenni, amikor már meleg, amikor már teljesen meleg a víz is, illetve a hűtőfolyadék is, és az olaj is. Tehát az nagyon sokat árt a motornak, míg a helyben melegítésnél is többen tárt, ha valaki tényleg indít, sebességbe tesz és folgázza elrajta.